Hazánk legsikeresebb hegyi kerékpáros, a Benkó Barbara nagy álma teljesült akkor, amikor májusban sporttörténelmet írt. Ő az első magyar mountain bike versenyző, aki elit világkupa futamon bekerült a legjobb 10-be. Barbi persze nem éri be ennyivel, jelenleg idei főversenyére, a holnap rajtoló világbajnokságra hangol. Sporttörténelmet írt Benkó Barbara, hazánk legeredményesebb női mountain bike versenyzője. Ő az első magyar hegyi kerékpáros, aki elit világkupa futamon bekerült a legjobb 10-be. A németországi Focus XC Team magyar kerékpárosa a 9. helyen végzett a sportág legmagasabb szintű sorozatának május végi Albstadti állomásán. A nemzetközi elitbe tartozó 26 éves versenyzőnk most alig egy hetet töltött itthon, edzés közben a pilisszántói erdőben értük utol. Gyakorlatilag március végétől végig versenyeztem Európába a szezont, így május végéig. Leginkább azért, hogy a világranglistán előrébb lépjek. És igazából jól sikerültek ezek a versenyek, úgyhogy sok pontot gyűjtöttem, 25. vagyok most a világranglistán. Barbie idei első versenye Cipruson volt, ami egy nagyon nehéz évindító megméretetés volt számára. Ennek ellenére az összetett beli 11. helyével elégedett. A tempó maga, a pálya is ugye brutális volt, azért abban volt két maraton szakasz is. Nekem az tényleg sok volt a rendszernek egy elsőre. Aztán így jó volt, mert napról napra jobban éreztem magam. Minden idényét ott kezdi Cipruson, hiszen az egy jó erőfelmérő a szezonra. Áprilisban a Pilis kupán az elitnők között aranyérmet szerzett. A május elején megrendezett svédországi mountain bike XCO Európa bajnokságra erős mezőny jött össze a riói olimpiára készülve. Barbie a tavalyi 10. helye után a 17. helyen végzett, amivel nem volt elégedett. Az olimpiai évében annyira felborul minden, hogy mindenki ott volt. Az idő hátrány az, ami engem sokkolt, tehát az, ami brutálisan sokat kaptam az elsőtől, és így nem tudtam, hogy miért. Jól éreztem magam, úgy éreztem a felkészülésem minden stimmel, és nem találtam az okokat, és ugyannyira nem is voltam boldog. És akkor ilyen előjelek után jött a mountain bike XCO világkupa futam Németországban. Németország előtt én úgy készültem a világkupára, de úgy voltam vele, hogy kihozom belőle a legjobbat, amit tudok, és az sikerül, ahogy sikerül. De hogy így sikerült, erre akkor így konkrétan nem tudtam, hogy bennem van, csak ez az EB olyan csalódás volt, hogy nem számoltam vele. Barbara ott volt a londoni olimpián, most Rióban nem jött össze a kijutás. A női ötkarikás kvótát érő helyezés reális lehetősége, az olimpiai ranglistán gyakorlatilag már tavaly elúszott. Nálunk ez nem úgy van, mint atlétikában, vagy úszásban, vagy akár, hogy egy szintidő van, és akkor az, hanem csak az ország kvalifikálat, amiben három versenyző eredményei számítanak be. Ha most én egyedül vagyok, akkor se kvalifikálhatok, ha én vezetem a világranglistát. Tehát ehhez kell még két lány, és ha amíg ezt a szövetség nem látja át, vagy nem látja be, hogy minket ugyanúgy kell versenyeztetni, a másik két lányt, pontokat gyűjteni, akkor nem lesz meg a kvóta. Így számára ebben az évben a VK-sorozat és ott bekerülni a top 5-be, illetve a június 30-án rajtoló világbajnokság a legfontosabb. A világkupák abszolút prioritást élveznek, illetve én idén nekem a világbajnokság az, ami a legfontosabb versenyem, úgyhogy nagyon remélem, hogy ott ki fog jönni belőlem az, ami bennem van, és akkor egy nagyon jó eredményt el tudok ott érni. Egy hasonlót, mint amit a német világkupán elértem, az nem volna rossz. Barbie annak idején a londoni olimpia után egy komoly mélypontra került, de változtatott sok mindenen, és ennek gyümölcse érik be az utóbbi időben. London után egy két éven keresztül szörnyű szezonjaim voltak, tehát tényleg nagyon-nagyon rossz volt, és akkor én 2014-ben edzőt váltottam. Lengyel Tamás és Grósz Béla, akikkel edzem, ők az edzőim. Biztos vagyok benne, hogy ennek köszönhető az egész. Teljesen más az edzés munkám, teljesen más, hogy dolgozom a srácokkal. Konditeremben sokkal többet járok, mint eddig, és ez egy nagyon jó alapot adott erőnlétileg. Most sokkal izmosabb is vagyok, nálunk az nagyon sarkalatos, hogy lefelé ki, hogy mennyire tudja stabilan tartani a bringát, mennyire erős. Kerékpáros edzéseim is mások, és valahogy ez az egész mentálisan is, ahogy foglalkoznak velem, ahogy ők hozzáállnak, ez engem is teljesen megváltoztatott. Elég komoly programot kezdtünk el, ami nem két éves, nem is három, hanem sokkal több, úgyhogy szerintem ennek majd pár év múlva lesz igazán eredménye, remélem, hogy
hogy majd Tokióban. Barbie most egy 3 hetes magaslati edzőtáboron van túl, aminek igencsak hasznát veszi az elkövetkező hetekben. VB után egyből egy világkupa Svájcban, és akkor utána hazajövök magyar bajnokság egyből, úgyhogy ez egy ilyen 3 hetes komolyabb blokk, és akkor utána egy hét itthon, és utána jön egy USA verseny, a Kanada világkupa, és még egy USA verseny. De most minden erejével a VB-re koncentrál, és azon túl nem is foglalkozik mással.